Na most nézzük, hogy most minden kiderül. Jézusom, már előre félek amúgy. Szevasztok, vodnézők! Üdvözlet mindenkinek! Ma este, a horrorizációs esténken egy nagyon érdekes játékkal fogunk játszani, amit szintén ti ajánlottatok nekem, mert én amúgy rohadtul nem vettem észre. Na jó, de észrevettem volna, mert az IGN is megosztotta. Ez tűnt fel, hogy így mondom, nem nagyon szoktak indie gémeket megosztogatni. Elkészült egy játék, ami ha nem tudom, mennyire vagytok otthon így a horrorjátékokban, vagy mennyire figyelitek a híreket, de ugye van a nagy sikerű, nagyon híres P.T. című játék, ami nagyon sok mostani indie horrornak az alapját adja gyakorlatilag a mai napig. Ez a körbe-körbe megyünk, megváltoznak a dolgok, de azért ugyanaz a lakás. Tudjátok. Na ez az, amit a múltkor pont erről beszéltem, hogy kicsit ráuntam már ezekre, mert most is például ajánlottatok nekem valami Baby Doll, vagy Gabi's Doll, vagy nem is tudom már, valami Név Doll. Ami ránéztem a screenshotokra, és láttam, hogy ugyanaz az Unreal Engine-es ház, mint a 2-vel ezelőtti ilyen indie horrornál, úgyhogy én azzal nem fogok játszani, ez nagyon fontos. A lényeg, hogy a P.T. után készült az Allison Road című játék, ami a P.T.-nek a, hát hogy mondjam nektek, újra gondolása, és nagyon, azt hiszem, hogy még ilyen Kickstarter-szerű projektet is indítottak, és végül az a játék szinte soha nem is készült el, hogyha jól tudom, de nem akarok nektek teljesen hülyeséget mondani. És ennek mintájára, tehát a P.T. és az Allison Road mintájára készült el a mai játékunk, aminek a címe, azonnal mondom nektek, csak nem találom, de mindjárt meg lesz. Mi a címe ennek? Itt van. Super Normal. Ami egy Unreal Engine 5-ös game, ha jól tudom, de nem akarok teljesen hülyeséget mondani. És az a kemény az egész játékban, borzasztó realisztikus, ahogy kinéz szerintem, nagyon jól néz ki. Előre felhívom a figyelmet arra, hogy aki rosszul van a motion blurtől, az készüljön fel, mert ebben a játékban lesz. És nem fogom kikapcsolni, mert tényleg így néz ki rohadt jól szerintem. Nagyon jól néz ki ez a game, és ami nagyon érdekes, és most figyeljetek, van benne állítólag egy szellem, vagy több, én nem tudom egész pontosan, aki hall minket a mikrofonon keresztül. Bizony. És állítólag lehet tőle kérdéseket feltenni, amire lehet, hogy válaszol. Tehát kicsit ilyen, hát nem is tudom, mihez hasonlít ez. Kicsit, nem tudom, lehet így beszélgetni a szellemmel, és itt most nem az a lényeg, hogy ha hangosan beszélsz, akkor meghalsz, hanem lehet tényleg információkat gyűjteni vele kapcsolatban, úgyhogy ez borzasztó lesz. Én már előre látom. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, ezzel fogunk játszani. Pár screenshotot láttam a játékban, rohadt jól néz ki, úgyhogy szerintem kezdjük el. Nézzünk bele ebbe a gamebe. Köszi szépen azóta mindenkinek a sok-sok támogatást, nagyon aranyosak vagytok. Simon Bence, Donovan, lehet kérni, hogy a TTT streamnél állíts be, hogyha lezárom a... Én nem tudok ilyenről, Donovan, hogy ilyet lehet csinálni, de köszi. Én nem tudok, hogy ilyen beállításról, én ezt szerintem nem tudom befolyásolni neked. Ernst László, Bucmackó, Simon Ervin, T. Dávid, Géza, Acs, köszi szépen. Ruth Wilson, olyan lesz, mint a Ruth Wilson, pont olyan. Ananász Girl, Mihály Medve, Attila, köszi szépen. Jakab Viktória, Csima Balázs, Balog Gergő, Don Tibor, Szilágyi Dániel, Tamásnak köszi az überbasszó szuperchat üzenetet, ami nem is üzenet volt, csak egy ilyen szuperchat. Valami. És Uszkai Ádám és Kepenyes Marcel, nektek is köszönöm. Indítjuk a gémet, hagy pörögjön. Jaj, a szinkronizáció. Mindjárt kialtabolok. Remélem nem hal meg a gépem. Amúgy úgy... Azt a rohadt. Na várjatok egy kicsit. Jézus Isten. Mi történik? Hát ez valami eszméletlenül világos. Pillanat. Hát most benyomom a szinkronizációt, de hát szemünk ki fog égni, gyerekek, hát vége van a dalnak.
Na kezdődjön akkor. Még egy dolog kell, még mielőtt indulunk. Egy másodpillanat. Na! Szóval, szuper normál. És hogy miért írtam, hogy ez egy Jani Holmes játék? Tényleg. Hát azért írtam, hogy ez egy Jani Holmes játék, mert nyomoznunk kell. Állítólag ez valamilyen jellegű gyilkosság történik, és meg kell tudjuk, hogy pontosan mi. Recseg. Bocsánat, meg fogom hallgatni ezt a recsegést, hogyha tényleg ennyire zavaró. Na de new game. Azt írja, hogy vegyünk fel fülest. Most izgulok. Here you go. Thank you for coming so quickly. I just got back into the city, and when I arrived here, I found blood all over the place. I am terrified for my daughter, Sophia. Her passion was playing the piano, and she's only 14 years old. Please, you have to find out what happened to her and where she is. Mr. Sakamoto, I understand Mr. Sakamoto. Ez a lányáért aggódik, mert tiszta vér a lakás. Nagyon halk. Egyébként nekem is nagyon halk, csak mondom. Can you tell me more about Sophia? The situation. Of course, Wyatt. Sophia's mother passed away. Sophia anyja néhány éve meghalt. Since then, she's been staying alone in this apartment most of the time. I have to travel frequently due to my work, and I haven't been able to spend as much time with her. Miért néz ilyen furcsán ez a férfi? Tehát, hogy én értem, hogy ő valószínűleg japán, csak hogy miért néz ilyen furán? Szóval a lényeg az, hogy nyomozók vagyunk, és minket kért fel ez a Mr. Sakamoto, hogy nyomozzunk a lánya után, mert nagyon aggódik érte, mert tiszta vér a lakása, és most mesélt egy kicsit a hátteréről. She didn't have many friends, to be honest. Her life revolved around her piano and music studies. I'm afraid I've been too focused on my career. And nem tudott vele foglalkozni, most már rengeteget kell utazni, és a zene érdekli Sophiát. I just want to find her safe and sound. We'll do our best, Mr. Sakamoto. Any small detail could be vital in this investigation. Is there anything else that you can think of that might help us in our search? Nagyon kicsi a felirat. Yes, there's something else. Most meg el is tűnt. Stay here as long as you need. And feel free to use any resources you require for the investigation. Money is no object in finding my daughter and understanding what happened to her. Végtelen pénz van. Mr. Sakamoto. Start right away and keep you informed of any developments. Please try to remain calm and patient during this process. Thank you, Wyatt. Your dedication means a lot to me. However, I have to leave now, as I need to make some arrangements. Please keep me updated on any progress, no matter how small the detail. Keep you informed every step of the way. Don't worry. I won't rest until I find your daughter. If you remember anything else or to reach me for any reason, nagyon rossz a keveréseket. Annyira halk a voice. I trust you in your skills and abilities. Find my daughter and I'll pay whatever it takes. Please. Bring her back to me safe and sound. I promise you, Mr. Sakamoto, I'll do my best. Megcsinálom minden, ne aggódj. We'll be in touch. Ne aggódjál, kinyomozzuk, hogy mi történt a lányoddal. Aha. És akkor Mr. Sakamoto elment. Begin your investigation by searching for clues. Hát azért... Na, ez azért nem néz ki szarul. Olvastam a játékról, hogy konkrétan beszkenneltek dolgokat, és úgy csinálták meg. Szóval, hogy így elég jó. Van flashlight, tehát ez nagyon jó. A light switcheket lehet kibekapcsolgatni. Szóval annyit megtudtunk, hogy Mr. Sakamoto lányával valami történt, és hogy itt tiszt, ilyen vérfoltokat... Itt tényleg van vér amúgy. Itt is van például egy a falon. Akkor így... Hoppá! Villogott a... Ez valamit jelent? Halló? Ha
Hát nem nagyon tudom mit csinálni eddig. Van itt egy gép. Ez mindig jó, várjatok, és ez a nyom. Not now. Nem most. Itt van széttépve egy... Nem tudom mi. Tehát most egy kamera van a kezünkben, én ahogy érzem. Majd olyan, mert tudunk zoomolni. A game jobban néz ki, mint a cutscene. Egyébként igen, tényleg. Ez borzasztó volt ez a beszélgetés. Sakamotoval. Ah, de hát itt van itt egy ilyen... Jó, de jó, egy csap. Is anyone here? Nem, senki nincs itt. Kamu. 16:59. Vér. Move the camera to find the clue. Hold down the zoom button. Hát milyen clue? Another set of dirty dishes with dried blood. Rászáradt a vér. Pattern emerges. Rászáradt a vér erre a cuccra. Itt is van. Mi az, gyufa? Hidden use matches. Deliberately concealed. Somebody was here, trying to cover their tracks. Micsoda? Valaki itt volt és próbálja... De ezt honnan gondolod? Na jó. Googolni is lehet a játékba. Úristen, mennyi mosatlan van itt. Bloody handprints on the cutting board. A chilling sight. This crime scene holds dark secrets. And I won't stop until I find the truth behind these disturbing marks. Okay. Akkor ezek szerint meg kell találjuk ezeket a jeleket? Itt is van egy. Dirty dishes with dried paint stains. Jó, ezt kell hamarabb megtaláljuk. It appears someone hastily tried to clean up. Valaki... De ez miből gondolja, hogy valaki gyorsan akarta feltakarítani, vagy elmosogatni az edényeket. Na jó. Hello? Itt van... menj, ez lime? Most nem tudom eldönteni. Lehet. Oké, itt van kapcsoló. Tetszik, amíg van fény, addig tetszik. Jól néz ki a gép. Nincs vele gond. Kicsit kicsik a kéznyomok. Azt nem tudjuk egyébként, azt nem mondta Sakamoto, hogy hány éves a lánya. Azt nem tudhatjuk. Hoppá, ilyen összegyűrt papírdarabok. Humble papers. Discarded like they hold no value. Pedig valami fontos infó lehet rajta, biztos. But in this investigation, every detail counts. Minden nyom számít. I'll unfold their secrets, no matter how small. Crumbled pieces of paper. Could be a desperate attempt to hide information. I'll unfold their secrets and see what they're trying to conceal. Na hát akkor nyissuk ki. Mutassuk meg. Mondjuk ki. És ezt nem tudom fel... Hopp! De most... Ja, azt hittem, hogy fel lehet venni, mert hogy azt mondta, hogy kibontja, de nem. Jó, ezzel sem vagyunk előrébb. Na nézzünk akkor idebe. Fú, baszki! Na, budi vizsgálat indul. Kicsit vízköves, húgyfoltos a budi. Már nem tetszik. Hello? Are you here? Azt mondták, hogy igyekezzünk nagyon angolosan beszélni. Are you here? Hello? Eddig mi nem válaszolt nekünk. A budi bazzik, tényleg nagyon csúnya. Itt is vannak. Blood on the closet board. Hand smudges. Sign of struggle. Or something more sinister. De miért lenne ez most egyértelmű, hogy valaki... Investigate further and find out what happened here. Nagyon egyszerű, hogy mi történt. Két dolog történhetett. Én ezt mint Jani Holmes mondom nektek. Egy. A lány mosogatás közben nagyon megvágta a kezét. És amiatt tisztára összevérezte magát. De jobbat mondok. Nem ez történt. Mondom, hogy mi történt. Egész pontosan. A lány valószínűleg halat evett. Miért gondolom, hogy halat evett? Kurva sok a légy itt a budinál. Szóval, halat evett a lány.
halevés közben rájött arra, hogy bassza meg, nem mosogattam el. És abban a pillanatban oda ment a mosogatóhoz, megvágta a kezét, sietett, mert tudta, hogy jön haza a fater. Nagyon-nagyon sietett, de közben basszusa rájött, hogy szar volt a hal, és összehányta magát. És itt hányt. És itt utána mosta meg a kezét. A, így van. Ennyi az egész. Handprint on the sink. Nincs ez semmi sinister, baszki. This is no accident. Someone was hurt here. Dehogy is, megvágta a kezét. Piece together what transpired in this place. Jó. Azt mondja, hogy itt rá kell jöjjünk erre. Nagyon fura ez a ké, ez a, ez, ezek a... Hogy is hívták a lányt? Már is felejtettem. Sophie? Sophie, are you here? Sophie, are you here? Itt is vannak. És a, ez a kedvenc hangszere. Aha, de miért ült le zongorázni véres kézzel? Nagyon rosszul volt. Nagyon rosszul volt, és elkezdett zenélni, hogy úgy érezze, hogy mégis van valami jó abban, hogy szart evett. Na jó, nem tudom, most ezt csak viccelek. Bloody handprints. Missed the piano loving environment. Vagy nagyon sokat drogozott. Unsettling, és nem vette észre, hogy megvágta a kezét. Benne van. I'll leave no stone unturned in my search for answers. Hát ezt én sem igazán értem, hogy ez mi ez itt. Ott is vannak. This crime scene tells a chilling tale. De mi a chilling tale? Mit keres itt ennyi? Ezek mik? Ezek nem is legyek. Milyen? Milyen? The handprints on the wall in front of Sophia's favorite piano. Véletlen lenne? Haunting scene that demands answers. Bírom a nyomozót, basszus, mindenre választ akar kapni. Jaj! Hú, ez a sensitivity itt megdurrant kicsit. Na jó, én azt mondom nektek, most ülj már a géphez, most már oda enged. I have other things to do. Nem hiszem el, hogy nem enged. Better get back to it. Na figyeljetek ide, eddig akkor nem tudunk semmit. Nem ült le soha az asztalhoz, az biztos. Van itt egy telefon, össze... Jó, akkor felfele kell, gondolom, menjünk. Gondolom én. Uha. Most kezdődik a gond. Molylepkék lettek volna? Sophie, are you here? Nem olyan hangja volt, mint Sophie-nak. Ennek nem olyan hangja volt, mint Sophie-nak. Ajaj. Oh. Who are you? Hoppá. Nézzétek a drogot, mondom, a sok gyógyszer. Mik ezek? Unexpectedly finding a plethora of pill boxes. This raises questions about the family's mental state. Mondom, to examine these closely. Be van drogozva. Understand their significance. Be van drogozva. Fullra. More pills. Hát igen, én is látom, bassza meg. Esik az eső. Nem lehet kinyitni fiókokat. Új. Érdekes. Ennyi? Hú, a fene megeszi. Sophia, are you here? Ott egy fegyver. Fasz keres itt fegyó? A massive blood trail. De miért megy a mosógép? On the laundry machine. Ott van a kéznyom. Surrounded by foul smelling clothes. Büdös ruhák. De miért van itt ennyi ruha? És miért van itt egy pisztoly? An
an unexpected sight. Erre nem tényleg nem számított, hogy ez a pisztoly. In this case raises serious concerns. Hát, most már gond. Cautious and determine its relevance to the missing person's investigation. Úgy érzem, hogy basszus, most meg fognak minket baszni. Én nem tudom miért, most hogy kimegyünk. Aha. Na, én szerintem most már menjünk le, nem? Elég volt itt. Na, most már csak oda mehetek a géphez, nem? Valamiről van egy olyan érzés, hogy azt fogja tovább lendíteni ezt a sztorit. Most körbenéztük, ennyi az egész ház. I shouldn't touch his personal stuff. Miért nem? Itt semmi nincs amúgy, még itt nem néztünk körül. Hogy a zongorán még valamit nem találtunk volna meg. De nem, mert ide... Hopp, várj. Az volt valami. Bloody handprints in a home where Sophia loved playing piano. Sent shivers down my spine. She was in danger within these walls. I must find out. Hát, jó lenne, ha rájönnénk, hogy mi baja van. Ezeket már megnéztük. Jó. Mi az, ami kimaradt? Rá kell zoomolni az összes dologra. Én megértem, masszor. Ami még itt nekem félbe maradt nagyon, ez a... Found all clues near piano. Na, ez megvan, akkor kaptunk egy ilyen achievementet. De most... Engem ez zavar, hogy itt ez miért nem bontjuk ki? Hogyha mondta ugye a nyomozó, hogy megnézzük. Crumbling pieces of paper scattered around. Be torn notes or messages. I need to carefully piece them together. You might reveal something significant. Jó. Mondtátok, hogy van valami mikrofonja? Sophie, are you here? Tényleg megjelenik a balasosra egy mikrofon, én most vettem észre. Akkor lehet beszélni? Hoppá, várjatok, itt még van valami. Itt még akkor nem néztünk körül. Pointer for the Luigi board. Right here. Aha, ez... This adds a whole new layer of intrigue to the case. De miért? Tehát most ez, itt van egy ilyen... Milyen tábla? Oja. Táblának a kis pointere. Hát magyarul hogy van az? Ez eddig is itt? Eddig is itt van. És ez miért mutat lefele? Bátok, itt van valami? Amúgy ez egy jó kérdés. Nem, nincs. Hajjaj! Igyekszem, srácok, igyekszem, keresem a klúkat. Amúgy ezen az ajtón be lehet menni? Az ajtókat nem lehet nyitni, sőt, semmivel nem lehet interaktálni, csak néhány fix dologgal. Jaj, még ezt nem találtuk, meg már látom. Ezt szerintem nem olvastuk be, ugye? Vagy... Blood on the flush. Ha, igen. Hand smudges. This could be a crucial clue. I need to dig deeper. Aha, megtaláltuk. Megtaláltuk ezt is.
Van itt egy telefon, ami fel van véve valamiért. Itt ugye már mindent megtaláltunk. Mekkora klíma ez, basszus! Nem. Itt a jel, de nem. Ez annyira feltűnő. Mi az, amiről lemaradtunk? Opa, itt van a tábla, bassza meg! Hát... ez kell. Luigi board on the shelf. Ott is van. This case just took an unexpected turn. Into the mysterious. Rock, már lenézzük meg! I'll need to explore its significance. And potential connections to the missing person. Mhm. Hoppá! Ez hogy csörök ki? Ne, semmi értelme nincs. Megtaláltuk az összes nyomot idelen. Halló? Nem tudom felvenni. Halló? Nem tetszik. Miért csörög a telefon? Wyatt, it's Masato Sakamoto again. Sakamoto again. I'm sorry for not mentioning this area, but I just remembered something that might be crucial for the investigation. I have security cameras installed all over my apartment. No. You can access the camera footage through my laptop. It has night vision capabilities and works best when the lights are off in the specific room where you want to use the camera. Please be careful when reviewing the footage. It's essential not to miss any details. I hope this information helps you in search for Sophia. If you find anything, no matter how insignificant it may seem, please let me know immediately. I'm counting on you to bring my daughter back to me safe and sound. Uh-huh. Thank you for your dedication, Wyatt. Semmi gond, Sakamoto. The only autosave has just occurred. Köszönöm szépen, játék, hogy ezt így elmondtad. Szóval vannak kamerák? Kamerák. Figyeljetek, azt mondta, hogy vannak kamerák, amit elérek a gépről. Rendesen itt az OS. Mi háttér? Itt van egy e-mail. Hoppá. Ide ki kell találni valami... aha, login van. Na nézzük. Please hold the interaction button to move the camera. Itt vagyunk mi. Itt van a nappali, igen. Aha. Aha. Azt hiszem megvan a lány, srácok. Mutat a kapcsolóra. Hát akkor gondolom le kell kapcsoljuk. Csak le kell kapcsoljuk. A jó Isten áldja meg. Nem szeretek. What do you want from me? Megkérdeztem. A mi az már nem haladszott. Hú, basszus, én érzem, most nagyon meg fog basszódni. Hello. Az nincs itt. Jobb szeretem, ha itt van. Sakamoto, nem szakadtam ott. Most kapcsoljuk le. És meg fogunk baszódni. Hát meg fogunk baszódni. Mi a fasz? Ajaj. Itt valami komoly gondok vannak. Sophie.
Sophie. Hát mi a fene van vele? Hát megtekeredik a tengelye körül, ömlik a vér. Sophie, mi történt, baszki? Mit tettél? Hát erről nem volt szó, hogy begyógyszerezed magad, aztán pöröksz. Amúgy ez egy... Hogy eddig nem is tudtam volna kommunikálni. Sophie, are you here? Nem, ne válaszolj inkább. Maradj kusba. Inkább ne válaszolj. Most mi történt? Lekapcsoltuk ott a lámpát, figyeljetek? 2000 IQ-nak kell lennünk. Az mi volt? You find email. E-mailt kell megnézni. De várjátok, Sophie, jó fej! Sophie, jó arc. Ezek szerint. Valamit el kell olvasnunk az e-mailben? Jó, de mi a jelszó, bassza meg? Vagy mi a felhasználói név? E-mail. E-mail. Admin. És nem, Sophie. Várjátok. Sophie. 1, 2, 3. Nem megy. Most ezt honnan tudjuk meg? Sophie, are you here? Sophie, what do you want from me? What do you want from me? Hát ez nem mond semmit. Ilyet még nem basztam. Find email. Mit basszak az e-maileddel? Hát ez a board, ez itt ne, ez nem. Jó, hát... Sophie, what do you want from me? Meg kéne kapcsolgatok a villanyokat? Nincs is itt a felirat. Na jó. Az mi volt? Valami hang van. Sophie? Sophie, semmi gond. Itt vagyok. Na nézzük. Hoppá. Semmi. 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 Há mi? Há sehol semmi. Mit rontunk el?
Mit rontunk vajon el? Nézzem meg az e-mailt, de jó, de nem tudom a jelszót. Valamit nem. Where are you, Sophie? Hát sehol nincs. Itt sincs semmi clue. A papír? Na, lenne jelszó? Hát... Nem. Nem nagyon. Jó lenne amúgy a valóságban megnézném, de hát látjátok, hogy ez nem a valóság. Itt nincs valami info? Nincs. Én lekapcsolgatom itt a lámpákat nagyon szívesen. Nézzem meg a papírt. Aha. Jó, hát én megnézem nektek a papírt. Ezzel nem is lehet interaktálni, az a baj most. Ahogy látom. Lekapcsolom a lámpákat, nézzük úgy. Sophie, are you here? Nincs. De valami még mindig ég. Hogy lehet ennyi villanykapcsoló, hogy... Sophie, are you here? Sophie, what do you want from me? Most segít. Sophie, help me! Mi történik? Sophie? Hol vagy, baszki? Nem látlak. Szerintem az a... Én nem értem, mi baj van ennek a nőnek. Most komolyan. Hát mit kéne csináljunk? Mi az, amit nem vettünk észre? Hihetetlen. Annyira pici ez a hely. Nézzük meg az... Micsoda? Szóltak. Én... Worrying. Ez itt szét van tépve egy pap. Sophie? Nem értem. Sophie? Az igazság, hogy... Akkor működik szerintem ez a voice recognition, hogyha megjelenik ez a mikrofon, és most nincs ott. Valami mozgott, és nem vettem észre. Tényleg? Nem is vettem észre. Azt mondták, ez a szék, mozgott. Mondjuk az akkor nem annyira jó. Van egy olyan érzésem, hogy nem kellett volna lekapcsolni az összes lámpát. Lehet, hogy ezzel van a gond. Meg itt eleve ég a lámpa.
Halló? Most megjelent. De nem ez a Sophie. Sophie! Sophie, tudsz magyarul? Azt mondjad meg, mi a... Hé, hey, ez mi? Ez mit jelent? Ez mit jelent? Azt akart, hogy kapcsolod le a lámpát. Igen, 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 látom, hogy azt akarta. Hát itt sincs semmi. Na jövök, jövök már. Sophie? Are you here, Sophie? Most felkapcsolta neki a villany. Sophie? Are you here? Sophie, are you here? What do you want from me, Sophie? Show me the way. Zavarják a lámpák. Elég jó volt. Hoppá. Egy M.A. Mi az, hogy egy EMA? Egy EMA. Ez a... Akkor ez azt jelenti, lehet, hogy... Tehát ez a jelszóhoz van kapcsolatban? Biztos. Tuti. Tuti segít. Egy M.A. Egy M.A. Egy M.A. szíved, igen. Itt semmi. Olyan, mint hogy itt van. Amit, hogyha ez... Tudom, mintha lenne valami a tükörben. Lehet, hogy az a gond amúgy, hogy lekapcsoltuk a lámpákat, hogy neki kéne megmutatni, hogy mi a következő lámpa, amit le kell kapcsoljuk? Nem lehet.
No problem, Sophie. Sophie, no problem. I'm here. Johnny Holmes is here. Everything is okay? What's the password? Sophie! Bocsát már meg az e-mail szavadat, tesó! Jaj! Most tényleg hallott. Aha! Night vision. Hát ide, itt jött! És nincs további klub. Nézze, de mert nincs klub. Itt vagyunk, de nem vagyunk. Sophie? Sophie, elvesztettük a kapcsolatot vele amúgy, csak elmondanám. Most elvesztettem teljesen a szellemet. Vissza kell hozzuk. Nem találom a kommunikációs pontot Sophie-val, hogy segítsen. Nézzétek már, veri a fejét. Ezt a lámpát kell most legközelebb lekapcsoljuk. Ez fent van. Go. Egyszerű. De hogy mitől jelenik meg? Attól, hogy felmentem. Sophie, send me a sign. Ez küldött egy jelet, tényleg küldött. Hogy megjelent? Rohadt életbe. Kettő RK. Mark? Kérdétól. Mark! Hát Mark, bassza meg. Akkor ez a user név lesz. Biztos. De akkor mi Mark? Nem.
Nem, ezt mi nem tudjuk. Elmentek. És az baj, hogy kéne valami jel, nem? És újra. Amúgy amikor piros... Várjátok, hogy is van? Amikor piros, when you see this icon, it means that your voice is being captured for voice recognition. Ja, értem. Amikor ez van, akkor fehér. És akkor ilyeneket lehet kérdezni. Are you friendly? Where are you? Show yourself. Can you see me? Can you help me? Aha, jó. Most mit történik? Furcsa mód táncol ez a lány. Aztán meg mi van? Sophie, eddig azt gondoltam, jó fej. Sophie, can you help me? Can you help me? Nem úgy tűnik most, hogy segít nekünk. Most nem a segítős típus. Mi a következő feladat? Na hát, ha meglátjuk, most felmentünk megint. Can you help me, Sophie? Hogy mi? Ez egy igen? Szerintem ez egy igen volt. Most mindenhol ég a villany, bassza meg. Amúgy. Hoppá! Ott ég. Itt van a konyhába, bassza meg. Itt a konyhában. Azt mondta, hogy ezt kapcsoljuk le. Figyeljetek csak ezt. Nagyon jó. Ez gond. Tehát Mark 2009, az lenne a user? És akkor most a jelszót kéne kitaláljuk. Bazzeg. Fasza.
Now find password. Köszönöm szépen, szellem. Én igyekszem nagyon, de ha megbaszol, akkor nem tudok mit csinálni. Szó szerint. Ha megbaszol, megbaszol. Are you here? Nem. Nem, 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 nem. Nem, 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 nézzük meg magunk mögé, nem. Azt mondjuk, nézzem meg, hogy Márk is 2009 ez. Nem, az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Tudjátok, hogy miért nem? Az nem lehet, mert megtaláltuk, hogy Márk 2009, és azt hitt, hogy now find password. Tehát nem lehet 2009 a jelszó. Biztos, hogy nem. Nem, nem, nem. Ennyire nem egyszer. Kopogott valaki. Na jó, nézzünk körül megint kamerával. Most nem tudok, hogy nincs jobb ötletem. Már 2009 a user, szerintem is egyértelmű. Jó, le kell kapcsolgassunk lámpákat, nem jó ez így. Nincs klú, megint. Az a baj, hogy kapcsolatba kell lépjünk Sophie-val, fel kell menjünk az emeletre, mert mindig ott tudunk vele beszélni. Itt nem tudunk. Sophie, help me. Ott. Kattog. Jövök. Jövök. Hoppá! Find the first clue for password. És ez mi? Ez egy S? Ez egy S? Yes. Sophie. Sophie, are you here? Sophie, please help me. Be vagyok fosva, Sophie. Be vagyok fosva. Sehol semmi, mi? Tényleg sehol sem. Egy S, ez ki... Nem. Fel kell menni megint kommunikálni. Várj! Várj! Várj, várj, várj! Várj, várj, várj! Konyha! 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 Na! Sophie, are you okay? Nem nincs, nem, nem. Nem oké, okay, Sophie. Nem, nagyon nem oké, okay, Sophie.
De nem látok rá arra. Melyik kamerából látszik az jelszó? Fasz volt ez? Ezért nem szabad hátra nézni, abban az esetben, hogyha mondja a játék, hogy néz hátra, ezek szerint ez a... És most kezdjük előről? Hogy ez most mi? Sophie, why did you kill me? Vagy mondhatnám, szopd ki Bobbyt. 5T. Hala. Kattogás hallok. 5T. Zongorázik. Köszi szépen, srácok, hogy ilyen rengetegen itt vagytok amúgy. Zongorázik bizony. Itt is lesz jelszó, Sophie. Hát ennek van valami kapcsolója ennek a lámpának? Fasz csinálsz, Sophie? De nincs. Oké, szóval S, W, valami T. Eddig ez a jelszó. Valószínűleg a számok, gondolom a betűknek a helyét jelölik a jelszóban. Nekem is én erre gyanakszom, de hogyha karakter, vagyis hogyha tényleg számok, hogy 1-es, hát akkor 1-es, 2-V, 5-T, eddig ez a jelszó. Hop-hop. Sophie, help me. Mi történt most? Sophie, ez nem Sophie hangja. Ez a démon hangja, valami megszállt. Ez azért történt, mert pofázok amúgy. Biztos, hogy azért történt, mert pofázok. Ez tuti amúgy. De másrészt fel voltam rá készülve, most meg se ijedtem. Ez már rekord. Meg se ijedtem. I said shut the fuck up. 3E. Sweet pie a jelszó. Most mondom. Be is írom. Kész. Sve... Ez nem lehet más. Mark 2009 Sweet pie. Nézzük. Nem is keresem tovább. Jani Holmes. Case solved.
Sweet pie. Bassza meg! Nem az. Sophie, nem volt riasztő ez most. Ez ilyet én is tudok, hogy hátrafele megyek, csak nem ilyen gyorsan. Rákjárásban. Hogy a kurva eget? Sophie, can you help me? Sophie, can you help me? Thank you, Sophie. I'm coming. Mindegy. Hét jé. Hát nem jött össze a sweet pie. Hét jé. Szerintem tudod, hogy ezek a karakter, de nem lehet más. Most miért lenne ott egy szám és egy karakter mindig? Tehát biztos vagy benne, hogy az azt jelöli. Sophie! Kopog. Megnőttek a paranormális aktivitások száma. Sophie, can you heal me? Please help me. Sophie, help me. És nem állsz a falon, please. Sophie, please. Sophie, can you help me? Sophie, can you help me? Thank you, Sophie. Mi a fasz lesz itt most? Azt a recsegős kurva eget! Hát elkapta a démon, Sophie! Azt a rohadt, ez nagyon creepy ez az ordibálás. Sophie, can you help me? Vagy nem, ez csak itt a nappaliban, ugye? Kipróbáljuk. Hát nem.
Nem még kell. Még nincs elég karakter. Eddig annyi van, hogy Sweet P.J.K. Ennyi van. Sophie? Can you help me? Sophie, please. Kap be. Sophie, can you help me? Please, help me. Sophie! Te legyél már ilyen. Sophie, can you help me? Itt felül pedig beszélgetett velem eddig. Sem akarja. Mert lassan az összes kapcsolót kimaxoltuk, nem? Sophie, what happened? Sophie, what happened? Sophie. Nem hal, most nem hal minket, elveszítettük, várjatok. Sophie, Sophie. Can you hear me, Sophie? I'm not scared. Sophie. Sophie. Can you help me, please? Can you help me? Ah, nem. Azt hittem, hogy meghatja ez a templomi sugallat, de nem. Mi van a caps lock-kal? Sophie, caps lock? Sophie, can you caps lock? Sophie! Sophie, are you here? In this room? Sophie, can you heal me? Heal me? Amúgy, az is jó lenne. Hear me? Sophie, can you hear me? Srácok, nagy betűkkel írtam a jelszót. Hogy ennyi lett volna? Ez a jelszó. Sophie, can you help me? Valami volt. Hogy nagy betű lenne a Mark? Na nézzük. Honnan tudjátok, milyen betűt hagytam ki, hogy a csillagokat írok? Amúgy. De nézzük meg. Ez egy nagy betű, kérjem, hogy Mark. Nem is lehet, amúgy nem lehet caps lockot használni, de próbáljuk meg így. És akkor nagy betűkkel írom, hogy Sweet P.J.K. Bazd meg, nem hiszem el. Sophie! Sophie! Na szóval, Rachel Main. It's really nice to meet you, Mark. Hey Rachel, I'm so happy we met here. Hi Mark, I know, right? This app is like magic. You are totally right, Rachel. It's like we found hidden treasure. Oh, tough question. I can't pick just one. What's your favorite ice cream flavor? The key is a Mark. I agree. Ice cream rocks. I'm cookies and cream fan. Yes, ice cream party with all toppings. I saw on your profile that you love animals. Me too. What's your favorite furry friend? Puppies. Itt valaki beszélget egy kislánnyal jégkrémekről, meg állatokról. I'm on board, Mark. This is gonna be the best adventure ever. Elhívt a lányt egy erdőbe? Na álljon meg a menet! Mi a fasz? Várjatok már!
Me too, Rachel. Let's hold hands. Step into this wonderful story. Here's my phone. Sounds great. Chloe. Úristen, ez valami pedó. Ez valami pedofil sztori, bassza meg. Ne basszatok már ki velem. De ki az a Mark? De ki lehet Mark? Ez full egy pedofil történet? Vagyis pedo... Ez tuti biztos. Itt van, nézzétek meg. I can't believe we are both 14. Mark. Itt van Sofia Sakamoto. Hi Mark, how's your day? Hey Sophia, my day is going pretty well, thanks. I'm doing great. Thank you, Sophia. That's really sweet of you. Stop it. You're making me blush. Nem hiszem el. Nem Mark. Nem Mark, nem a nyomozó, az biztos. Valaki... Full pedó. Tehát ez a Mark csalogatta ki. A Markkal találkozott Sofia, aki úgy tűnik, hogy több másik kislánnyal is beszélgetett. Alig várja Sofia, hogy találkozzanak. Van valami, amit meg kell osszak veled. Kicsit személyes. De jobb, hogyha megismersz. Az apukám nagyon sokat dolgozik. Alig van itthon. Annyira egyedül érzem magam. Jobb lenne, hogyha velem lennél. Aha. Thank you, Mark. It means a lot to me. Aha, tehát egyértelműen az a sztori. Valami üzenetet kaptunk közben a háttérben. Egyértelműen az a sztori, srácok, hogy ez a Mark, ez egy ilyen zaklató, szerintem egy kislányokra ír rá, és ő az, aki elrabolt a Sofit. 183 Crossroads Street. Ezt a Martát is ide csalog. Ajaj. Mi a fasz? It's essential that we discuss your situation and get you back on track with your treatment. Thank you, and I hope to hear from you soon. Take care. Nézze, Sakamotónak valami kezelése volt. Ez egy pszichiátriáról hívtak, hogy azért hívtak, hogy Mr. Sakamotónak folytatódjon a kezelése. Na várjátok egy kicsit, mi van? Most mi ez a Mark lenne a Sakamoto? Aki felbérelt minket, hogy keressük meg Sofia. Én most ezt nem értem, ezt a sztorit. Megbaszott minket. De most mi van? Ja, hogy a... Akkor... Most mondta el a telefon, hogy mi van? Még lemaradtunk róla. Hát sorry, már bassza meg. Az a helyzet, hogy olvastuk itt az e-maileket. Sofia Sakamoto, igen.
most akkor mi van? Jól értelmezem, hogy az a sztori? Blood everywhere, oké. Valamit nem találtuk meg az e-mailekben, amit meg kellett volna a kezdők szerint? Na fura nekem ez. Most olyan, mintha megoldottunk volna valamit, és valami nagyon pici híja van. Rachel sztoriát végigolvastuk, Chloe-nak a sztoriát is végigolvastuk, Marta Sasuke-nek nem olvastuk még végig. Amanda. Az apja van, meg az beosztás a Sofiának, azt írja, az a Sakamoto. Oké, ez... Tehát egyértelmű, hogy több csajjal is beszélgetett ez a Márk, akárhány éves legyen, de nekem gyanús, hogy... egy pedofil csávó. Sofia, what happened? Sofia, what happened? Mit kérdezzünk tőle? Itt veri. It was him all along. Baszki, mi a fasz? Ez Sakamoto volt. Sakamoto volt, bassza meg. Ő volt. Aha, Wyattet megölte. Mr. Sakamoto ölte meg, bassza meg a nyomozót, akkor meghalt. Mr. Sakamoto Sofia apja egy zaklató volt, tehát egy pedofil volt. És ő állt Sofia eltűnése mögött is. És több ártatlan lány eltűnése is hozzá köthető. Csak azt nem értem, hogy miért fogadott fel detektívet saját maga ellen? Hát te full skizó lenne. Sakamoto bérelt fel minket, de akkor az is lehet, bassza meg, hogy full skizofrén, vagy egész egyszerűen ezt élvezi, hogy most így megölt minket. De későn jött rá erre Wyatt, és brutális véget ennek az egésznek. Amikor megtalálták a helyszínen a holttestét, addigra teljesen kiürítették a lakást, és Mr. Sakamoto teljesen eltűnt. Szóval ezek szerint akkor sose találták meg Sakamotót. Hitori Productions. Cyan Joyce. Hát... megmondom őszintén, srácok, hogy amúgy nem volt rossz játék, csak azt az egyet nem értem, hogy erre az egész pedofil történetre az utolsó 5 percben jövünk rá, és az sem teljesen biztonságos, egyet nagyon sajnálok, és ezért elnézést kérek mindenkitől, hogy a telefonbeszélgetést nem hallgattam meg, amit mondott. The journey of Detective Wyatt has only just begun, but lies ahead is bound to leave you breathless. If his first adventure get with you... Tehát akkor ezek szerint vissza fog térni ez a nyomozó másik történetekben is.
lesznek még ilyen történetek. És valaki azt írta itt a cseten, hogy valaki azt írta nekem a cseten, hogy hogy ez egy igaz történet alapján van ez az egész. Érdekes. Szóval azt akartam mondani, hogy nekem olyan fura, hogy az utolsó pár percben derült ki ez az egész, hogy lehetett volna egy pár plusz nyom, úgymond, vagy plusz dolog, ami úgy rávezetett volna minket erre a sztorira, nem? Hogy lehetett volna hamarabb valami kis, mit tudom én, mikor megtudjuk, hogy Márk, akkor lett volna mondjuk egy fogalmam nincs, egy kinyomtatott papír, ami van egy beszélgetés, ami mondjuk fiatal lánnyal beszélget. Tehát, hogy valahogy jobban benne lettünk volna ebben az egész pedofilos sztoriban, mert így nem ütött nekem akkorát. Szerintem, hogy sokkal nagyobbat ütött volna, hogy így szépen felépítették volna ezt a sztorit, és akkor elrejtettek volna nyomokat, amiből összetudtuk volna rakni a képet. Nem? Olyan fura. Azt hiszem, hogy van egy másik ending is. Na, hát akkor itt az idő, majd fedezzétek fel szerintem mindenképpen a másik endinget. Ja, meg nem is tudom, olyan... Nem is tudom. Nem tudom, hova rakni ezt a játékot. Most megmondom őszintén, most pont azon gondolkozom, hogy olyan határán volt a jó játéknak és az ilyen elmegy egynek, játéknak. Értem amúgy a Steam-es értékelést, hogyha megnézitek egyébként most jelenleg, akkor látszik, hogy ez mixed amúgy a Steam-en. Fullra mixed a játék. Én értem ezt az értékelést. Körülbelül én is így vagyok vele. Ilyen erős, közepes. Ez az animáció mondjuk, amikor így repült itt a folyosón, hát... Azért nem annyira nagyon durva volt. Voltak benne gagyi dolgok is. A hangok egyébként nagyon jók voltak. Ez a voice recognition, én nem tudom. Nem tudom, hogy az mennyire volt jó. Nem éreztem annyira nagyon. Jó, néhányszor viccesen jött ki pont, de annyira ritkán, hogy hihetetlen. Úgyhogy, ja. De nem volt rossz. Nem volt rossz game. Azt nézem, hogy pont, hogy esetleg még annyi időnk van, hogy nézzük meg ennek a másik végét. Úgyse fogunk sose játszani. Szerintem már vele. Fent van ez így külön, hogy good ending. Ezt meg tudjuk nézni. Aha, itt van. Itt is van. Good ending. És ez milyen a good ending? 3 nappal ezelőtt... Várjatok. Nézzük. Aha, itt nem hal meg. Látjátok, hanem megtalálja ezt a szobát. Megtalálja a szobát, nem hal meg. Akkor ezért lehetnek eleve több detektív sztori, gondolom én. Sakamoto... És ugyanaz kiderül Isten igazából. To get this good ending, you need to actually click on all emails. Hát az összeset megnyitottuk. Na mindegy. With grim determination, Wyatt picked up the phone and dialed local police station. Tehát így felhívja a rendőrséget Wyatt. Aha, és elmondja, hogy mit talált. Soon after Mr. Sakamoto was appeared by the police, apprehended by the police, his reign of terror brought to an end. Elkapta a rendőrség, és vége lett ennek az egész borzalomnak. Aha. És akkor úgy van vége, hogy örül ennek az egésznek. És akkor ennyi? Ez lett volna a good ending. Tehát akkor... Én nem tudom, hogy... Én szerintem az összes e-mailt megnyitottam. Ez az érdekes. Hát akkor ez ennyi. Hát, ezért kár lett volna újra játszani a játékot 3 új mondatért.
De a mi végigjátszásunkban meghaltam, igen. De amúgy látjátok, túl lehet érni. Na. Srácok, az a baj, basszus, most pont azt nézem, hogy olyan kevés időnk maradt. A vodnézőktől elbúcsúzunk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő horrorizációs vodban. Szevasztok!